ellenőrzöm, hogy fókuszban el vagyok. Sziasztok! A mai videó az egy termékbemutatós videó, mégpedig egy papucsról lenne szó, ugyanis, igen, papucs, de ez egy nagyon nőies, az a kis tipikus girly papucs, úgyhogy úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy mit szereztem be, vagyis, jobban mondva, ajándék volt, úgyhogy... igen, de imádom. Tehát a lényeg az, hogy van ez a papucs, amit én meg akartam vásárolni, de nagyon drágállom. 80 euró, így előzetesben elmondom, hogy 80 euró, és így gondolkodtam rajta, hogy majd talán egyszer. Viszont másnap ajándékként megkaptam, úgyhogy igen, gondolhatjátok, mennyire örülök. És ez pedig egy Puma papucs. És igen, gondolhatjátok, hogy ez most komolyan egy papucsról fog nekünk prédikálni. Igen, egy papucsról. Ugye Rihannával tervezett papucs a Pumában kapható, és fenti az úgymond márkának a neve. És ilyen fekete dobozban, fekete matt dobozban található, úgyhogy már csak a csomagolása is nagyon-nagyon-nagyon szép. Úgyhogy igen, itt van ráírva, hogy fenti, itt talán, hogy Puma. Doboz az így nyitódik ki. Elnézést, csak most így meg vagyok világítva, tehát lámpával veszem fel ezt a videót, mert már amúgy sötét van. Úgyhogy azért ennyire csillog-villog be. De ami a dobozban van, ez a gyönyörű, elegáns, hát ilyen szemisnek mondható fekete szatyor, amiben ugye belerakhatjuk a papucsokat. Igazából mivel ez ajándék volt, nem tudom, hogy már a papucsok ebben voltak benne, vagy ez csak így rá volt rakva, vagy nem tudom, de én ezt tudom elképzelni, hogyha megyek valahova kirándulni, ezeket a nagyon drága papucsokat ebben rakjam bele. Most gondolhatjátok azt, hogy fú, most itt egy 80 eurós papucsról van szó, miért is mutatja meg? Hát a miértnek a miértje az, hogy nagyon sok mindenkinek tetszhet valami, amiért képes kiadni azt a pénzt. Tehát én is úgy vagyok vele, hogy az Adidas Superstart is megvettem, a Nike Air Force-t is megvettem. Jó, ez csak egy papucs, de én, ahogy jól láttam, akkor kint is hordják az emberek ezt a papucsot, és én is fogom kint hordani, úgyhogy probléma megoldva, és nem érdekel, hogy foglak nézni rám az emberek, de biztosan fogom kint hordani őket, úgyhogy tutira jó, úgymond, hát nekem nem volt befektetés, de tényleg, aki úgy van valamivel, hogy már pedig ezt tetszik, és meg fogom venni, az meg is fogja venni. Úgyhogy a dobozban különösebb dolgok nincsenek, és akkor jöhetnek a papucsok. Imádom, imádom, imádom. Nekem a rózsaszín változat van meg, ugyanis van fekete-fehér és ez a rózsaszín, de igazából ez egy ilyen lágy rózsaszín. Na hát, és akkor az érdekessége ennek a papucsnak az, hogy ilyen kis, szőrös, fluffy anyagból van a teteje. Ezért mondtam, hogy hasonló papucsokat szoknak kint hordani az emberek, csak nem ilyen fluffy, szőrös papucsokat. Viszont komolyan láttam képeket, meg én is elgondolkodtam rajta, hogy természetesen azt veszek fel, amit akarok, szóval kintre is fogom hordani, igen. És itt bele van írva szinte az, hogy fenti, és az is, hogy by Rihanna. Én szerelmes vagyok ebbe a papucsba, és azért gondoltam, hogy megmutatom nektek. Olyan szépek vagyok. Azért gondoltam, hogy megmutatom nektek, mert miért ne, ez most egy ilyen újdonság, úgymond. Itt van, hogy Puma, bele van írva, meg itt van a Puma jele is. Úgyhogy, ja, én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök ezeknek a papucsoknak. Mivel ajándék volt, még jobban örülök neki, mert az ugye hát az ajándék az ajándék. És egyszerűen imádom ezeket a papucsokat. Tehát igen, akartam egy ilyen unboxing bemutatós videót ezekről a Fenty Rihanna papucsokról. Mindenképpen megérdemeltek egy videót szerintem. A fekete is gyönyörű. A fehéret nem venném meg, mert szerintem, ha bekoszolódik, akkor nem tudom, hogy ezeket hogy kell kimosni. De nem tudom, miért a rózsaszín mellett döntöttem.
valahogy jobban megszólított, de a fekete is olyan, hogy nagyon-nagyon szép. Úgyhogy ja, ezeket a papucsokat igazából csak ajánlani tudom olyannak, aki tényleg szeretné majd a jövőben megvásárolni őket, mert lehet, hogy közöttetek is van olyan, aki már kinézte magának, mert halálian, halálosan kényelmes. Nem tudom, amikor először beléptem, akkor brutálisan éreztem, hogy ez nagyon-nagyon kényelmes papucs, talán eddig a legkényelmesebb papucsom, és nem is tudom, hát azért a 80 euróért el is várom, hogy kényelmes legyen, úgyhogy igen, ettől nem kell félni, rohadt kényelmes. És amit még el szeretnék mondani, hogy biztosan, de biztosan üzletben vegyétek meg. A lényeg az, hogy 38-as halában, ez 37-es, és 36-osra megyek kicseréltetni, tehát ez még nem az én papucsom lesz, mert ki kell cseréltetni 36-osra. Ugyanis ezek szerintem túlméretezett papucsok, nem tudom kinek a lába szerint csináltak. Lehet évek nagyon nagyok ezek a papucsok, én komolyan mondom 38-as lábam és 36-osat kell majd hordanom ezekből, úgyhogy erre nagyon figyeljetek, hogyha valaki szeretné ilyen papucsot. Tehát ez lett volna az ilyen kis termék bemutató, papucs bemutató videó. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, hogyha még nem vagytok feliratkozva a csatornámra, akkor iratkozzatok fel most. Örülök, hogy velem tartottatok ma is, és legyen gyönyörű szép napotok. Sziasztok!